újabb élő adást, streamet indítok. Írtátok, hogy ezt szeretitek, úgyhogy most egy ilyen élő lesz. Ahogy említettem, most mai videóban is, hogy éppen beteg vagyok, úgyhogy a kicsit rekedetes a hangom, azért elnézéseteket kérem. A múltkor elég sokan voltunk, remélem most is leszünk. Szia Dénes, szia! Üdvözlök mindenkit! Nem tudom, ez a fény lehet, hogy elég sötét, azon gondolkozok, majd lehet, hogy hozok egy kicsit ide gyertyákat, hogy megvilágítsa az is. Szia Betty, szép estét, szia Monti, sziasztok, szia Varga, szia Betty, jobban est, köszönöm. Hát eléggé most ez a torokfájás elég rossz, meg a kölgés, de már szedek gyógyszert rá. Szia Emilia, szia Henikla, nyuszik királyok. Na, milyen jó név. Lati kérdezi barátnő, de még megvagytok. Nem, már szakítottunk már december eleje óta. Szia Dalóton, szia Ági. Szép estét mindenkinek, Jósi. Nektek is szép estét. Írjátok majd meg, hogy a hang jó-e. Egyszer nem tudtam jobb helyszínt találni, már komolyan, ahol nagyobb a világítás, mert ebben a házban olyan félhomály van egész végig, főleg este, itt téli időszakban. Szia Csabi, rendesen számítottam a live-ra. Hát pedig spontán ötlet volt. De valam nektek, annyira untam már magamat. 3 napja itthon ülök, és semmit nem csináltam konkrétan, csak feküdtem, úgyhogy most már jól esik kicsit beszélgetni, így veletek, így live-on keresztül. Jó, köszönöm a visszajelzést, Varga. Nagyon jó lett az új videó. Na, már megnézted? Mondd X-Bass. Köszönöm, hát ilyen innautiből azt kértétek most. Igen, jó, köszi, Ági, a visszajelzést. Hogy vagy? Hát, nem a legjobban, Varga, most eléggé beteg lettem. A fejem kezdett el fájni szombaton, de olyan görcsösen, tehát itt középtájt, aztán áttért a halántékomra ez a fejfájás, és aztán lázom lett hétfőre, úgyhogy egyszer nem tudom, most már kicsit jobb, de nem mondanám, hogy a legjobban mostanában vagyok. Milyen beteg vagy? Hát az orvos azt mondta, hogy most valami járvány van, ilyen torokfájás, meg kölgés, hányingen, úgyhogy lehet, hogy ebbe estem sajnos bele. Hogy telt a napod? Hát nem valami értekfeszítően, Vivien, igazából. Reggel felkeltem, ettem valami reggelit, de nem volt nagy étvágyam. Aztán ágyba voltam. Ja, jött a gázszerelő. Képzeljétek el, ma jött a gázszerelő, úgyhogy ma már fel is jött. Kicserélték a gázt, vagy valamit megnéztek itt, mert itt eresztett, hogy nem tudom, de el kellett valamit csavarni. Én az ágyba voltam addig, néztem valami filmet, néztem a Rubit is, olvastam a könyvemet. Egy kicsit, egy fél órára ugrottam csak ki a boltba venni pár dolgot, tejet, meg sajtot, sonkát, ilyeneket, úgyhogy nem volt valami izgalmas a napom. Jaj, elnézést. Na, nézem, mindig elcsúszok, hol tartok. A hang jó, de pici csatét van, egy pici lámpát beszerezhetnél. Hát igen, én is gondolkoztam rá, hogy valami lámpát beszerezhetnék. Nem tudom, hova tenném a kamerát most, hogy világosabb, hogy nem tudom, mindjárt kitalálom majd. Lehet vizuális trikker? Persze, amennyire látjátok. Remélem azért láttok ebbe a fél homályba. Bár lehet, hogy még jobb is. ISMR hatásnak. Jobban est, köszönöm. Akkor nem is mész suliba, de most a... Hát hétfőn még voltam, hétfőn még bementem, mert nem szeretek hiányozni, mert ugye érettségizni fogok, úgyhogy egyáltalán nem tesz jót ez a hiányzás most. De hétfőn elmentem délután az orvoshoz, miután az iskolából kijöttem, és azt mondta, hogy így azért nem menjek, úgyhogy adott antibiotikumot is, az augmentint, úgyhogy most a hétre kiírt. Pénteken megyek majd vissza. Én a Romtúr adat néztem ma vissza, és eszembe jutott, de jó lenne egy House Tour a Déditázáról. Imádom a régebbi jó hangulatú
házakat. Kedves Emilia, van már egy house tour, még mikor üres volt, tehát amikor ugye éppen mindent rámoltak még ki a családom, amikor ugye úgy volt, hogy eladjuk. De most, hogy belaktam, így elég érdekes lehet ez a ház. Nem a legszebb, nem a legápoltabb, de örülök, hogy itt tudok lakni. Köszönöm a tokagér. Neked milyen ruhád van, honnan vannak, mert nekem nagyon tetszik. Hát különböző helyekről vannak ruhák. Ez például, ez csak egy átlagos ilyen kis neon zöld pulcsi. Így. Megtaláltam egy ilyen jó kis nyakláncot hozzá, egy ilyen, ez is ilyen neon zöldes. Jó kis felületre van, halljátok. Többi ruhámat igazából New Yorker, H&M-ben szoktam vásárolni. Néha Takko, C&A. Nagyon ritkán a Hádában, de nem szeretem azt a turkálót annyira. Egyetlen turkálót sem szeretek annyira. Milyen stílus, amit képviselsz? Hú, de érdekes kérdés. Öltözködési stílusra gondolsz? Mindegy, én most arra fordítom. Én régebben mindig nagyon szerettem volna elegáns lenni. Tehát akárhol megjelenek, én az elegáns vonalat szerettem volna képviselni, hogy elegáns legyek igazából. Mindig farmer volt rajta, mindig egy ing, vagy zakó, vagy póló fölé. Aztán rájöttem arra, hogy nem kell mindig az elegáns, tehát egy sportosan elegáns, kicsit olyan laza, aztán rájöttem, hogy ötvözöm az összes stílust. Valamikor elegáns, valamikor laza, valamikor sportos, valamikor ilyen itthoni kis pulcsi, egyszerűen szett. Mindjárt 100-an vagyunk itt. Ja, kicsit most lecsúsztunk, de így az esti órákban biztosan sokan vagyunk. De ugye tudjátok, hogy ahogy a barátoknál is így van egy-két jó barát, akkor ez már elég. Ha vagyunk egy páran, akik szeretnek, azok bőven elegek, akik itt vannak. Jázi veled lakik? Nem, ő a szüleimmel lakik. Igen, szia, Veszprémi kórházban dolgozok, sajnos ilyen járvány van, én is beteg vagyok, jobban lesz neked. Köszönöm szépen, még az orvosom is beteg volt, akihez járok, ez orvosom, úgyhogy nem tudom, remélem, hamar átadják rajta. Sajnos nekem a betegségek mindig el szoktak húzódni, egyszerűen nem tudom, nem nagyon jövök. Bocsánat, ki belőle. Nem akarok most belekörögni az élőbe. Szia, csak ezt lehet. A Robi után ne felejtsd el, Csabi, megnézni a Mári Már sorozatot, illetve a macskát. Fel is írtam már a listámra, Vivien. Nem felejtem, abszolút fel van írva a listámra. Már csak le kéne töltenem. De lehet, hogy online fent van. Szia, Láz. Örülök, hogy jöttél, csatlakoztál. Ha van kedved, tarts egyszer egy kis tort, hogy laktad be a házat, meg szintén a room tourban említetted, és olyan jó lenne egy lapozgatós videó is a telenovela magazinokkal, ha gyűjtöd még őket. Hát, van egy rossz hírem, nem feléde rossz hír, a telenovella magazinokat már nem gyűjtöm, viszont a régebbi telenovella magazinokat, amik tényleg ilyen pózba voltak, most, hogy itthon vagyok, azt találtam ki, hogy kifontoskatom ő belőle a kis szereplőket, és beleragasztom őket egy mappába. És akkor a kedvenc szereplő, vagy hát egy ilyen füzetecskébe, és a kedvenc szereplőimből állítok össze egy saját magazint. Ha szeretnétek, akkor majd erről lehet egy videó is, ahogy éppen munkálkodok rajta. Imádom az ilyen szemelütéket, imádlak, hogy a cuki vagy rajta. Jogulás, köszönöm. Köszönöm mindenkinek. A romtúrod az egyik kedvenc videóm, azért nézem vissza rendszeresen, pedig már régi. Én is szeretek más-más csatornától régebbi videókat visszanézni, egy jó kis hangulatot tudnak tükrözni. Introvertáltnak vagy extrovertáltnak tartod magad? Nem tudom. Nem gondolkoztam még ezen. Lehet, hogy az utóbbi, bár... Nem tudom, nézem a munka közben a live-ot, olyan álmos lettem a hangottal már most. Jaj, Nika, de cuki vagy. Örülök, ha ilyen kellemesnek tartod a hangomat. Ez a mappes ragaszgatós is tök jó ötlet. Akkor majd lehet, hogy felveszem nektek.
Szüleid hogy vannak, Csabi? Hát, hosszú történet. Ugye anyukám eléggé nehéz időszakon van túl, mert ugye elvált éppen attól a férfitől, aki belapukom után összeházasodott, és most azért apukámmal szeretnék a dolgot rendezni, de mivel nem szerelmesek egymásba, ezért egyházba laknak, de nem nagyon látom a jövőjét ennek az egésznek, mindegy, nem akarok ebbe belefolyni. De még nem voltam élőben, szia, véletlenül láttam az értesítést, mindig rajta ütésszerűen élőzöm. Hát igen, bár most megírtam valakinek előre pár percet élőzök. Mondom, nem tudom kiszámolni, tehát most már annyira elegem volt ebből az állandó fekvésből, hogy az ágyba fekszek, hogy most muszáj volt felállnom, már kicsit sok volt ez a három napja egyfolytában ágyba. Köszönöm, Krisztián. Telefon, mikrofon, mindegy, ez a tuti. Ja, van másik mikrofonom, mondom, csak egyszerűen, nem tudom, ezek a mikrofon nekem átkok. Tehát nem tudom máshogy használja, de én akárhogy csatlakoztattam eddig a mikrofont, vagy nem jó a csatlakoztatás, vagy a mikrofon már régi, ami ugye most volt, de egy Blue Yeti-t most meg be fogok szerezni, mert egyszerűen nem hallatok ezekkel. Sziasztok, szia Csabi, szia Fanni. Hogy de másikat a felébe, ez teljesen király. Hát jó, de azért szeretnék fejlődni nyilván. És van sziszem, kiszemelted, gondolom azt akartad írni. Van kiszemelte. Miért beszélsz halkan? Hát, Dóra, mert ez egy ASMR élő. És itt vagy lánybeszéddel, vagy csuttogással, vagy egy kis vizuális triggerrel megspékelve kellemes hatást lehet elérni. Hogy van, Jázi? Nekem nagyon tetszett a legutóbb videó, örülök, hogy el tudtad venni arra a videóra. Nagyon nehéz volt, és kicsit kellemetlenül is érintette a dolog, de jókat nevettünk rajta, hogy aki még nem látta, azt nézze meg a Jázminnal közös videónkat. Jaj, bocsi, nem jól írtam le. Mármint a kiszemelted. Igen, azt tudom, értettem én. Vivien. Csináljak én is élőt. Hát, hogy gondolod? Szia Csabi, random kérdés, de mi a kedvenc fagyi ízed? Még nincs is nyár, de én már nagyon ennék egy jó fagyit, szóval kíváncsi lettem. Hát akkor én most elárulnám, hogy én idén már ettem fagyit. Dobozos fagyit. Vagy hát jégkrémet, nem tudom különbséget így nagyon tenni, de dobozos fagylaltot, méghozzá eperes, vaníliás és csokis, ilyen vegyes ízesítésű. TikTokon van az a jó filter, amikor rangsorolni kell fagylaltokat, de mindegy, szóval nekem a kedvenc fagylalt ízem a csokoládé. Én ilyen klasszikus vagyok. És nektek? Ha már itt tartunk. Én már nagyon várom egyébként a nyarat. Gyerekek, annyira elegem van ebből a sötét van, hideg van, köd van, esik az eső, fúj a szél. A házban ezekkel a régi módi lámpákkal vagy villanyokkal egyszerűen nem tudok boldogulni. Múltkor ki akartam cserélni a nagyszobába az égőt, de annyira régi a bemenetele, hogy egyszerűen nem jó bele a modern égő. Komolyan mondom, már majdnem sírtam. Mikor lesz még élő? Hát amikor éppen időm meg kedvem van. Ismered a Szana Dora szellemes álmodozók című telenovellát, régi 98-as, de eszembe jutott most a sorozat bemutatós videótról, hogy igen, hogy szerettem. Nem, de ha ajánlod, akkor szívesen megnézem. Emilia. Csabi on top. Jaj, te. Több mint szemben vagyunk. Tényleg, örülök is. Örülök, hogy ennyire csatlakoztatok. Mindenkit üdvözlök. Aki most csatlakozott, azt is. Szia Csabi, hogy hány gyereket szeretnél majd a jövőben? Kettőt mindenképpen, egy fiút meg egy lány, de alapból, ha több, az is jó. Igazából nem tudom, elengedtem már, tehát a legutóbbi kapcsolatom véget, már majdnem el is engedtem a gyereket, de mindegy, ebben most nem nagyon megyek bele, ahogy hozza az élet. Azért nyilván szeretnék egyet-kettőt.
de inkább fiút. Tehát, hogyha egy gyerekem lenne, akkor az is fiú legyen. A fiúk azok nagyon cukik. Főleg a kisfiúk, hát én is kisfiúként a régi videókban, amiket láttam magamról, hát egyszerűen jó mondjuk a kislányok is, de annak meg lehet vonni a haját. Na mindegy, milyen jó kis témát kezdtünk itt el. Csabi, nekem is van YouTube csatornám. Szuper. És milyen videókat csinálsz? Itt ISZV-nek most állítjuk be a mikrofonját, hamarosan tanácsadó irodát nyitunk, közös vállalkozás. Jaj, de jó. Nagyon jó. Szia, tudsz majd még ilyen ételi a szemáros videót csinálni? Mármint mukbang videót? Az mindig necces, mert az nagyon megosztó műfaj, a mukbang, de ha szeretnétek, majd persze csinálhatok. Csak milyen étellel írjátok akkor majd meg. Imádlak, jaj. Cuki vagy, Dóra. Na, hol tartottam? Mindig ennek maradok a kérdések. Emilia kérdezi. Ja, nem írja, én is már ki vagyok a téltől, le akarom dobni a téli kabátot végre. Hát én is így vagyok, főleg már úgy, hogy van kb. 4 téli kabátom, és már annyira unom őket, átmennék így csekikre. El se tudom kell képzelni, hogy csak kimegyek, és egyszer pulcsi van rajta. Bár egyébként a szobában most egyszer úgy ültem le, hogy csak egy pulcsi van. De az tegnap volt, de az ilyen délután 4 óra fele. Olyan sokat választ, talán egyébként sokkal érettebbnek tűnsz. Olyan sokat választottál. Nem tudom. Szia, bassz. Én sosem tudom, milyen kabátot vegyek fel, téli kabátot megsülök, és sem ki, meg nem elég. Hát én is mindig dilemmázok, hogy az outfitemhez is megfelelő kabátot válasszak, de egyébként mindegy. Azt gondolom, hogy mindegy is, hogy milyen csak meleg legyen, mert én mindig figyeltem, hogy elég melegen öltözzek, de hát még így is megfázta. Hány éves vagy? 18. Szép a hajad. Jaj, ne mondd már most, de hogy is, mert meg kéne most ide, de nincs rá lelki erőm. De egyébként köszönöm, mert nekem most ilyen össze-vissza tűnik. Ha van kedved és energiád, akkor esetleg még otthon vagy, el lehetne live, nem úgy gondolom, hogy minden nap, de esetleg 2-3 naponta. Hát nem tudom, mennyire lenne rá igény így este. Szia, Nina. Tervezed egyszer levágni a hajadat rövidre? Nem. Legalábbis nagyon rövidre nem. Azon gondolkoztam már, nekem ugye volt oldalfrufrum, esetleg majd olyan oldalfrufrum, ami eddig él kb. Tehát így eddig. Azt vár. De így a hossza az nagyjából maradna. Vagy ha vágnék is mellőle minden esetre, akkor is mondjuk csak ennyi. Eddig. De nem, hát nem véletlenül ezt tettem meg. Beszélj hangosabban. Hát az már nem lehet megfelelő ASMR-hoz. Lehet, majd csinálok egy rendes hangos videót, akkor majd meghallod a hangos beszélgetést. Nézd meg a videóim, aki érdekel. Meg nagyon jó. Hát, vagy lehet, hogy csinálok. Mit tervezel a hétvégére? Hát, nagynénémhez megyek majd, meglátogatom, de remélem jobban leszek, mert ha nem, akkor lehet, hogy elhalasztom. Valaki mémet csinált az arcodról. Mémet? Jaj, láttam, tudom. No comment. Kicsit beszélj hangosabban, és jobb lesz. Beszéltek hangosabban is, hogyha nem halljátok, de azt írtatok, jó a hang. Hello, miről maradtam le? Szia, Plunger, kameramat, edits. Csak így mesélgettem a átlagos dolgokról. Most itthon vagyok betegen, úgyhogy kicsit fáradtnak is nézhetek ki, de már elegem volt az egész napos ágyban fekvésből. Azért gondoltam most egy live-ra. Betegen egyébként mindig összekeverem a napokat, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nem tudtam, hogy ma szerda van, azt hittem már csütörtök. Szia, mi a helyzet? Szia, Ajnalka. Hát, meg vagyok. Még meg vagyok. Egy kicsit betegem. Több mint 100-an vagyunk. Igen. Most ez ASMR? Hát igen, az akar lenni. Nem tudom, mit szeretném még, hogy ASMR-osabb legyen.
Mi a top 3 országod vagy városod, ahova elutaznál most? Én imádok utazni. Én is imádok. De legutóbb voltam, igazából külföldön legutóbb, azt hiszem, Velencében voltam, Olaszországban, de három országát, Spanyolország, Törökország és Mexikó. A három város pedig Madrid, Mexikóváros és Isztambul. Szeretek utazni. Jelzni most hányadik osztályos? Ötödikes. Szoktad nézni Kriszi ASMR-t? Mostanában nem szoktam, csak kellemes hangok meg profi ASMR-t nézni, mert nincs több ideem, de alapban régebben néztem. Szia mindenki, arra lennék kíváncsi, hogy mi ez a kérés, amit a legjobban unsz. Nekem a miért beszélsz halkan kérés szokott agyvérzést okozni. Mi ez a kérdés, amit... Hogy nézek ki. Amit nagyon unok. Fú, rengeteg van. Miért van hosszú hajam? Miért öltözködök lányosan? Meleg vagyok-e? Transznemű vagyok-e? Ezeket az én nagyon unom. Meg hogy voltak, miért hosszú a körmöd? Na jó, hagyjuk. Érdekel ez valakit, szoktak éneket is feltenni, de mindegy, jól kezelem nagyjából a kritikát. Meddig akarod elveszteni a hajad? Igazából ez az állapota már így évek óta tart, mindig vágatok egy kicsit, nekem ez az állapota most megfelel, még egy kicsit nőhetne. Én már nyári kabátot hordok, inkább megfázok, mint hogy egy téli kabátot, azért vigyázzatok, nem jó megfázni. Mi a kedvenc évszakod? Hát ez most kicsit ironikusnak tűnhet, de a tél, tényleg a tél, karácsony véget. Lesznek trikkerek? Hát most külön trikkerekkel nem készültem. Nem is tudom most így hirtelen mit tudnék idehozni, amit régi. Ez a régi szemüveg, ez a dédikém csak a szemüvege volt. Ez tart a dédikém. Most meg mamám néha, amikor itt van, meglátogat. Abszolút ez a régi módi szemüveg, bár kicsit koszos a lehetsége, de imádom. Nem kísérlem meg felpróbálni, mert a kevés látásom is elben, de azt gondolom. Úgyhogy ez az a szemüveg. Jó kis régi módi. Nekem most szombaton váligérő hajam lesz, nagyon várom már, most már. Most szombaton gondolsz rám, ne felejts el. Hát jó, nem felejtelek. A videóidat. Remélem, cuki vagy, köszönöm. Milyen mémet? Hát valami ilyen számít mozog össze-vissza olyan mémet, azt láttam. Mi a franc ez? Hát, kedves Freddy, ez egy ASMR élő. Röviden tömörem, ha nem lesz nálunk farsang. Még csak holnap! Hát már rég megvolt a húshagyókedd. Na jó, mondjuk nálunk is késett kicsit. Nekem adni egy pár YouTube-os tanácsot, én is YouTube-ozok. Légy maga biztos, légy önmagad, és ne legyen, tehát ne arra megy, hogy minél több videót kitegyél, hanem inkább a minőségre. Én néha belefeledkezek abba, hogy úristen, akkor minden nap videót akarok kitenni. Kicsit egy maximalista is vagyok ilyen téren, de nem jó az, mert egyrészt fárasztó, másrészt akkor videózok már, hogyha akkor érdemes, hogyha én is élvezem, vagy hát az alkotó is élvezi. Szia Csabi, visszatérve a múltkori videódra, az ok, hogy te elköltöztél, de a testvéred hogyan éli meg a szüleid kapcsolatát? A testvérem szerencsére belemerült a tanulásba, úgyhogy nem nagyon foglalkozik ezzel, de a szüleim kapcsolata elég bonyolult. Ugye találkozgatnak külön-külön valakikkel, közben egyházban laknak, bázisként használják, oda nyilván nem ijednek szemét. Nem tudom, ez nagyon érdekes kapcsolat szerintem, de... Bocsánat. Szerintem nem annyira jól élni meg a húgom sem. Mi a horoszkópod? Én mérleg vagyok. Szia, te miből élsz? Van szakmád, munkád? Vagy az ISMR annyit hoz? Bárcsak,
hozna Vilmos. Nem. Az ASMR nem nagyon hoz igazából, csak akik kedvesen támogatnak, de nem is azért csinálom. Még tanulok, aztán utána kezdek csak dolgozni. A online képzést elvégeztem, meg a szinkron továbbképzés, vagy hát nem továbbképzés, hanem kurzus. Jól alakul. Láttam olyan ASMR-okat. Milyen ASMR-okat? Hát ilyen rockstar hajad van. Köszi. Mondjuk az jó. Hát nem értem, mert mondanak rád ilyeneket, pedig van ilyen típusú hetero férfi. Persze, meg ezek az előítéletek nekem nagyon nem szimpatikusak, tehát na mindegy. Olyan is hallottam, aki tök heterónak nézett ki, de közben megkiderült, hogy meleg. Vagy transz. Tehát ebben ne ítéljünk. Az előbbi felsorolásból kiejted, miért csuttogsz? Ja. Várható lesz még a héten videó? Hát most tettem ki az élő előtt egy videót, nem hiszem. Hát már lehet, még csinálok. Hát még csak szerda van, hát lehet valamit csinálok. Majd a puding főzőset is bepótolom, csak most nem nagyon tudok enni, úgyhogy majd ha eszek, akkor csinálok. Lesz olyan videó, amiben felolvasod a neveket és kérdéseiket. Kérdezz felelek videóra, gondolsz? Hát ha elértük a 3000 feliratkozót, mert már nem sok hátra, akkor utána majd csinálhatok egy új kérdezz felelek videót. És mi az a bizonyos ASMR? Jaj, Freddy. Angolul valami ilyesmi, hogy autonóm szenzoriális respons, önálló érzéki idegi reakció. Tehát, hogyha egy vizuális triggert észlelsz, vagy látsz, akkor elkezd bizseregni valahol itt hátul a fejből, és egészen végigfut az egész testen. Nekem a két kezemen is végig szokott a lábamon, és az a jó, amikor tényleg az egész lelkünkkel érezzük, hogy megnyugszunk. Röviden ennyi. Te betartod a böjtöt, vagy már kipróbáltad? Ó, hát ez itt egész életemben böjtölök. Tényleg ritkán eszek húst, de alapból próbálgattam már, igen. Nyilatok, ez még magad sem hiszed, hogy hetero. Ez most az előző kijelentésemre gondoltál, mert te aztán biztos jobban tudod, Steve, igaz? Szia, Noel! Írd be a Google-be, hogy mi az az ASMR Google barátod. Hát én szívesen elmondom. Egyetemre visz? Nem. Online képzésre majd. Szia, Botond! Valaki megmimelt az arcot, tudom. Te férfi vagy? Na, ezt a kérdést is tudom, hogy te fiú vagy lány. Te férfi vagy? Hát döntsd el, Adrián, hogy férfi vagyok-e vagy. Nem, szerintem el tudod dönteni. Jó videó. Köszi. Istenem, én nagyon sajnálom, hogy szakítottatok, pedig cugik voltatok egyben. Hát Gina, ez egy hosszú történet. Sajnos ez egy nehéz téma egyébként. Cugik voltunk, ameddig minden happy volt. De tudjátok, egy kapcsolatban nem csak akkor kell igazából a másik mellett lenni, amikor minden happy, hanem mindig. De mindegy. Minden véget ér egyszer. Minden jó és rossz is. Szegény Csabi. Szia, Ági. Szívén ne leszem, hogy ő hetero, ha nem tetszik, ha ne nézd, és ennyi. De azt jól megmutat Kina. Arra gondoltam, csak véletlenül elküldtem, hogy ilyen cosplay-esz, mert például mondjuk tanár vagy orvos, és közben beszélgetsz olyan témáról, csak ötlet. Persze, ma van rá igény. Éljük ezek az emojik. Szia, Mizu. Hát, na, én még kicsit betegeskedek, úgyhogy alapból igyekszem jól lenni most. Gyógyszert szedek, aztán biztos jobb lesz. És ti, hogy vagytok? A videózáshoz valamilyen pénz alapból nem igazából csak támogatni lehet. Engem aláírtam a bank számlaszámot, de senkit nem kötelezek nyilván rá, úgyhogy aki úgy gondolja, annak megköszönöm. Szia, Donát. Nem baj, nem maradt el le azért. Visszanézhető lesz alapból a live. Szereted az almát? Annyira nem. A Lidlében van ilyen almás háromszög, azt szeretem. Hogy nevezteted meg a körmöd?
pár hét alatt megnő igazából, nem nagyon vágják, de én szoktam nyilván vágni, tehát ápolom meg ilyen szép egészség, és a vitamin miatt, a bio-venne vitamin miatt. Where are you from? I'm from Hungary. Jó lesz, köszönöm, Noémi. Többi lenne olyan videó meg, hogy ruha boltos napi. Hú, már van ruha boltos napi, de hát lehet egy következő rész is. Szia Csabi, most jöttem, szia Rész. Megijesztesz. Mitől, Hoki? Mi a kedvenc ételed? Hát, kedvenc ételem. Szeretem a bolonyait, karbonárát, a pizzát, ó, olyan finom pizzát vettem egyik nap a pékségben. Pont hétfőn az orvos után jól esett egy jó meleg pizza. Kicsit furcsa a profilképem, de amúgy a kedvem az jó. Milyen bajod, hogy gyógyszert szedsz? Hát lázam volt, meg nem annyi meg a torkom. Hogy vagy? Fáradtam, betegen. Kicsit össze kell kapnom magam. Miért idegeskedsz, Csabi? Hát idegeskedek elég sok minden miatt. Az érettségi miatt, a betegség miatt, a sok olyan szituáció miatt, ami nem rajtam múlik, de mégis közön van hozzá. Szia Réka, jösszben! Jaj Réka, szia! Örülök, hogy csatlakoztál. Láttam már a legutóbbi videódat. Csak ritkán szoktam kommentálni, de nagyon jó lett. Hogy vagy Réka? Csak én arra gondoltam, hogy rég volt már megbeng, ezért lehetne egy... Jaj, elugrott. Lehetne egy short, vagy egy hosszabb videó is, persze csak a ráérsz. Júj, hát a megbeng videók... Kicsit necces téma, de meglátjuk. Mondom, írjátok, hogy milyen ételből csinálják megbenget. Szereted az Ariát? Nem, ez már a múltkor is kifejtette. Nő vagy férfi? Nő vagy férfi? Az előbb válaszoltam. Mondják-e? Mondjuk egy tálas kérdést? Mondják. Ma mit ettél? Reggel ettem két pogácsát, sajtos pogácsát, meg egy kis fahéjas csigát. Aztán ebédre ettem paradicsomos kombócot, meg kenyeret. Ennyi volt a mai ebédem. Nem vagyok nagy étvágya most. Ha én az összes videódat mindig úgy várom, mint a karácsony. Jaj, Réka! Hát zavarba hozol. Nagyon tudom, hogy köszönöm. Jó vagyok, köszönöm, és te Csabi, hogy vagy? Hát sajnos most betegeskedek kicsit ezen a héten, nem a legjobban vagyok, de kaptam az orvostól az antibiotikumot, meg felírt még valami fejgörcs ellen is valami gyógyszert, úgyhogy igyekszem kilábalni belőle, de nálam mindig el szokott ez húzódni. Szia János, mi a kedvenc énekesed vagy zenéd? Ki a kedvenc énekesed? Hát Beyoncé, Celine Dion. Szeretem őket, de Taylor Swiftet is igazából. A zeném pedig, hát a sorozatok aláfestő zenéit nagyon szeretem. Szeretem az Appa zenéket, Neoton zenéket. Valaki kommentelte, hogy tanár leszel, milyen szakon lennél tanár? Magyar tari. De már lemondtam róla. Azért, mert valahogy más érdekel már. Ezt miért kérdezi mindenki? Na, mint a férfi vagy nőt? Nem tudom. Hogy ilyen közel állsz a mamádhoz? Egyrészt mindig is ő támogatott engem, de tényleg az egyedüli személy, akiben maximálisan megbízok, és mindenben támogat. Egyedül az ő szeretetét érzem biztosnak a családomból. Most elég durván hangozza, de sajnos tényleg így van. Illetve itt lakik 2-3 percre tőlem, úgyhogy segít nekem mindenben, főz rám, takarítunk együtt sokszor, sorozatot nézünk, filmezünk. Gyerekkorom óta ő az, aki tényleg a családom, tehát aki nem csak mint szó család, hanem tettekkel is bizonyította, hogy mennyire szeret. És
képes volt még a méregdrága képzésemet is finanszírozni, úgyhogy pedig őnek is nincs nagy nyugdíja, de azt mondta, hogy ne csak mondja azt, hogy szeret, hanem tegyen is érte. Én is nagyon szeretem, úgyhogy meg hát miután Lédikén már nincs meg, ezért nagyon vigyázok azokra az emberekre, akik itt vannak a közelemben. Köszönöm, Kira. Szia. Mi közöttök van hozzá, hogy a férfi vagy nő a neve Csabi, akkor szerintetek mi a neve alapja, nem tudjátok eldönteni, menjetek pszichológushoz, mert valami nem ok is a neven. Ezt jól megmondtad, Kira. Köszönöm. Sajnálom, jobbulást. Köszönöm, Réka. Hát most már kicsit jobban vagyok, de majd pénteken megyek vissza a dokihoz. Köszönöm, Sinka Vivien. Be tudsz hívni? Nem tudok, hogy mi akarok. Még soha nem hívtam be élőbe senkit, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy hogy kell. Ne izgulj a vizsgák miatt, meg a betegség miatt, majd meggyógyulsz. Köldöm a lelki földi energiákat. Nagyon köszönöm. Hogy van a nagy idés Fedora? Nagyim, hát ő is kicsit körök, remélem nem kapta el. Hát Fedora, megképzeljétek el, hát bepasizott. Tegnap, mikor kiültem az udvarra, azt láttam, hogy ekkora macska, egy ekkora kövér macska járkál, én itt ülök, és ott egyszerre járkál, és Fedora itt van, a nagy macska itt. És közelebb meg farkas szemet néznek, vagy kergetőznek. Oké, történet vége. Már reggel kinyitom az ablakomat, gondoltam, szellőztetek egy kicsit. Három macska kergette Fedorát az utcán. Három macska. Kinyitom az ablakot, ugye? Fedorát mondom, gyere Fedora, szaladj fel az ablakba. Nem szaladt fel, hanem beszalad oda át a sufniba. Úgyhogy kimentem és behoztam, megmenekítettem őket. Nem hiányozna most ide még öt kis macska, hogyha Fedora teljes lenne. Bocsánat, annyira vicces volt a látvány. Szia, hogy vagy? Hát így este nem a legjobban, meg a legvisznap se, de igyekszem jól lenni. A helyzet mióta nevezted, kb. Olyan 5-6 éve. Úgyhogy ilyen jó vagy. Imádlak. Szerintem nem vagyok jó. Én magam azt mondom, mindig elfogultabb vagyok, vagy nem tudom, de az ember magáról nem tud ilyen véleményt alkotni, de örülök, hogyha tetszik, amit csinálok. Melyik a kedvenc autód? Skoda. Melyik a kedvenc 2020-2024-es sorozatod? Mármint amíg akkor jelent meg? Fú, ez nehéz. Talán a Gabriel's Panic új sorozata, az Alicia új élete, meg a háborkó szívek is. Most egyébként, bocsánat, lesz új sorozata is Gabinak. Nagyon szép van a kapcsolat, nagy itt a Csabi, addig szeresd, míg lehet, és mindezre. Így van. Idehozod a barátnőd? Nincs barátnőm. Nem tudom idehozni. Mikor lenne akkor sem, mert akkor is messze lakik. Melyik a kedvenc autó? Mondtam a Skoda. Nagy itt híz Istenbe? Igen. Imádja a Bibliát. A legszebb könyv, azt mondja. És kívülbelülében, és abszolút híz Istenbe. Mert csak meg az én nagymamám is jelen, nagyon közel álltunk mi is. A nagymama nagyon sokat jelent az ember életébe szerintem. Szia, Beáta! Szia, Noémi! Hány éves vagy, olyan fiatalos a bőröd, vagy milyen krémeket az lesz? 18 éves vagyok, hát még nem ráncosodom. Remélem, örök fiatal maradok, én kicsit félek egyébként az öregedéstől, de még van rá időm felkészülni. Never give up your dreams, only positivity. Yes, yes. Szia, Zorán, szia, Mária. Nagyon nyugtató váltása van a hangodnak. Örülök neki. Én a magam hangján nem szoktam ilyen szemérzést érezni. Melyik évet volt a legrosszabb, és melyik a legjobb? Pont ma ezen gondolkoztam. Úristen, bekapcsolt a hűtő. Hallottátok? Szóval a legrosszabb évem az 2021 volt. Unalmas volt, digitális oktatástól otthon kellett maradni, koronavírus volt, beteg voltam, depressziós voltam.
Minden összejött, úgyhogy nem. A legjobb évem viszont 2020. Életem legjobb éve. Nem hiszem, hogy lesz annál jobb. Akkor kezdtem a gimnáziumi tanulmányaimat. Akkor ballagtam 8-ból. Rengeteget utaztam, nyaraltam. És ugye beütött a koronavírus, ami ugye otthon tartott, de az is nagyon szép volt a hugommal, nagyon jó kapcsolatom lett, úgyhogy... Na és nektek melyik volt a legjobb, legrosszabb évetek? Indoklással. Van valami tény, például meggyőzte nézet vagy? Mi? Te vagy a kedvencem, Csapja. Hát, aki megy még. Valami nem maradt, de... Hát, Nóra, kicsit beszélgettünk itt szerda este. Igazából visszanézhető, semmi különösről. Beszélgettünk kicsit. Ez nagyon jó lesz. Még Wonka sztori. Én szeretem a Wonkát, imádom. A legjobb krém szerintem. Szia Sára. 18 éves vagyok. A dolgoknak mindig pozitívan állj hozzá, Sára, a dolgoknak negatívan. Én is ezt használtam, és sokat segített. Köszi, ha megfogod a tanácsom. Én is mindig a pozitívra gondolok. Egyszerűen felkelünk, és itt onnan kinézünk az ablakon, és felnézünk az égre. Már az is boldogság. Csak ezt nehéz sokszor így elfogadni. Akkor 2021 a legjobb, vagy legrosszabb. Jó, ez az ISMR. Köszi Sára. Igyekszem. Borzasztóan nézek ki, ne arra gudjatok. Csabi, nem te vagy a depressziós, ne beszélj a butaságot. Hát nem most, 3 éve voltam depressziós. De meg volt az oka. Szutás minkelni, csak kíváncsiakból ötletnek, csak korrektort használok. 2022. Az egyébként egy jó év volt szerintem. Szia, Zsolt. Egyébként pont ma gondolkoztam azon, hogy nekem mindig nagyon fontosak voltak a... Szerinted Timothée és Kylie Jenner jó páros, nekem olyan különbözők? Hát szerintem is nem jó páros. Timothée sokkal jobbat érdemel. Nem vagy depressziós, nyugi. Már most már nem. Nekem a 2022 az én meg jó szám, meg az olyan jó volt. Nekem is tetszett, csak nem az volt a legjobb. Nekem a legrosszabb évem 23 volt, mert a szennyi családokom legjobb évem pedig szerintem nincs. Nekem 22-ben halt meg dédikém, úgyhogy nekem az az év nem nagyon volt. Jó, főleg októbertől. Timothée jó. Timothée nagyon jó, gyerekek. Imádom Timothée-t. Nem tudom, hogy vagytok vele, de megőrülök Timothée. Valóban meglátom, hogy nem tudom, miért lett rá, milyen hatással, de fú. Le kell nyugodnom mindig, mikor meghalom a nevét, meg meglátom. Na, szóval az előző gondolatmenetemet folytatva. Ma pont azon gondolkoztam el, hogy nekem mennyire fontosak a tárgyi emlékek. Tehát a Winchesterem, amin a képeim vannak, a naptár, amiben mindent feljegyzek, a telefon, amiben tárolom a zenéket, a képeimet, a videókat, akkor egy ház, ahol lakok, mennyire fontos, tehát a tárgyi emlékek, holott mindent itt tárolunk, és a szívünkben őrzünk. De valahogy ez nekem nem... Tehát ezt kéne elsőnek így tudnom, de mégis azt gondolom, nekem a tárgyi emlék, hogy megfogjuk egy albumot, hogy egy zenét, akár CD-n is van, bakelit lemezem is van, tehát megfogjak. DVD-t, hogy kezembe vegyek, tehát valahogy nekem ezek nagyon fontosak lettek, mert pedig nyilván a legfontosabb, amit az eszünkben és a szívünkben őrzünk, csak nem tudom, tehát 20-30 év múlva lehet ezek nem lesznek meg, úgyhogy állítom kicsit a gondolkodásom, hogy a legfontosabb az, hogy milyenek vagyunk, és nem az, hogy éppen milyen tárgyi emlék kötető hozzánk. Tehát például minden sorozatot letöltök, és egy Winchesteren tárolok. Tehát nekem ezek olyan fontosak, és halálosan féltem azt a Winchestert, hogy ne legyen baja. Tehát volt is egy ilyen kutatás, hogy az ember sokkal jobban félti a tárgyait, mint saját magát. Egyébként. Nekem a 2021-ben, mert akkor voltam elsős az iskolában, és akkor jött a jövőd. Az egy film. Milyen telefonod van? Jaj, most így ide akartam mondani. Honor. Az előző telefonom Honor volt, szerintem ez is Honor. De nem nagyon szoktam ezeket a márkákat így nézni.
Várod a nyarat? Mi a kedvenc évszakod? Várom a nyarat, de a kedvenc évszakom a tél a karácsony miatt, de most már kilábalhatunk a télből. Szia, Ferenc! Te vagy a kedvenc idősom. Köszönöm. Minek tanulsz, hogy tanultál? Most szerintem online képzést fogok végezni, ilyen szociális munkás vagy tanársegéd, azt még nem döntöttem el. Gina írja, én zenék közül a Vivaldi-tól a 4 éves szakot szeretem, vagy pedig a Roy Orbison, In Dreams, vagy Edith Piaf-nek. Tényleg én zenét is szeretem, hát én Vivaldi-tól ismerem csak a 4 év szakot. Azt nagyon jó. Én is szeretem. Én küldeni neked Wonka gif-et, de sajnos nem tudom, akkor pedig azt imádom. Palotai vagyok, mikor voltam a Spárban, szerintem nem meg volt az igazán kedves, hogy aki előre engedett a kasszánál, mert nálam csak pár termék volt, még ő többet vásárolt. Nagyon kedves volt. Igen, nem mindenkit előre enged. És a Spárban nagyon sokat szokott vásárolni, meg a Pennybe. Én nem szeretem a Pennyt, én a Little sokkal jobban szeretem, de néha Pennybe is járok. Várból tálakok. Lili, Tica. Mi a kedvenc városod? Budapest. Szeretem Budapestet Magyarországgal. Külföldi meg Madrid. Én jobban féltem saját magamat és másokat, mint a tárgyaimat. Igen, nekem is ezt kell megtanulni, hogy egy tárgyhoz ne ragaszkodjunk ennyire, tehát... Most mesélek egy durva történetet. Szóval... Ne ítéljétek el, érte? De... Régebben volt egy ilyen plüsmackom. Még most is megvan. Teddy a neve. Teddy Maci, én Mr. Bimből neveztem el, mert mindig rá is emlékeztetett. És egyszer a húgom elvette, és az órát le akarta tépni viccből. Tehát meg is lazult az óra, és annyira hisztérikus rohamot kaptam, ez nem tudom, olyan 11-12 éves lettem. Hisztérikus rohamot kaptam a tárgyban, annyira szerettem, tehát ez nyilván szégyellem ezeket, de nem jó egy tárgyhoz ennyire ragaszkodni. Ki a kedvenc videósod? Ilyen szemvarosok közül profi eszeme, ezt szeretem, illetve kellemes hangokat. A kedvenc videósom pedig... Viszkok Fuzsi. Milyen nyelven tudsz? Hát folyamatosan egyigenség angolt és németet tanulok. Guten Abend! Hol dolgozol? Még nem dolgozok fél éve, még van a érettségi, utána pedig fogok majd kezdeni online képzés, aztán dolgozni fogok, vagy kórházban, vagy óvodában. Márpalt állakok, Izabella. Szabad időben mit szoktál csinálni szabad időben a videózáson? Kívül? Énekelni? Most viszont nem tudok a torkom véget. Futni? Most azt se tudok a betegség miatt, de nem baj. Illetve vágdosgatni ezeket a régebbi magazinokat és újabb magazint állítani össze. Fodrászkodni, sorozatot nézni, rejtvényt fejteni. Ezek. 9 éves vagyok. Hú, én már mindjárt 10 év vagy 9 éves voltam. Hogy repül az idő? Nem akarod levágatni a hajad? Nem. Milyen a rendes hangod? Hát majd csinálhatok belőle videót. Szoktál imádkozni? Minden reggel azzal kezdem a napot, és minden este azzal zárom, valamikor napközben is imádkozok. Neked hány feliratkozód? Mindjárt 3000. Aztán majd megint lesz egy névfelolvasás 3000-nél. Kedvenc állatom a cica. Kedvenc színem citromsárga és lila. Éneklős ilyen szemel, hát majd, hogyha a torkom rendbe jön. Én tudom, mi német, hogy mit jelent a Guten Tag. Hát azt én is. Akkor mondok már német kifejezést, és találjátok ki, mit jelent, jó? Arbeiten. Heiraten. Orangincsa. Saft. Akkor büroteknik. Most ezek jutottak eszembe, de van olyan is, hogy frizőring, nem frizőr, az igaz az angol. Van olyan is, hogy ich war Deutschland, ich lebe dich. Amiket mondtam,
Melyik országban szeretnél jutni? Spanyolországba. Az ember Madridba leginkább. Igen, az elmenni dolgozni. Narancslé, így van. Sziasztok, mentem zuhanyozni, mert nem sokára megy a munkába. No. Én is megmennék sumiba, de most nem tudok. Na minden este, csak úgy általában. Szeretlek, igen, az iklé pedig, az azt jelenti. Srejze, az azt jelenti, hogy mi? Hát, kedves Rí, hát nem tudtam, de lehet nem is baj. Ezt még nem tanultam, csak az állatokat. Hú, állatokat nem is tudom, most tudok-e mondani. Pedig a cicát tudtam németül. Szia János, Nérák Kaci. Szoktál horrort nézni? Timotének a horrorját megnéztem. A szörös tüdörös tűz, az nagyon jó volt. Szia, Kevin. Jó, de jutottatok egy kicsit. Fáradt vagyok. Katze, tényleg macska. Miért a legnehezebb abba, hogy egyedül laksz? Nehéz talán nehézséget benne. De talán a legnehezebb az az, hogy... Fú, most megfogtál. Ha elromlik valami, akkor segítséget kell kérnem, és nem mindig az azonnal jön. Tehát most például elromlott a mosógép, múltkor a tévé, a laptop, tehát ilyenkor azért ez nehéz. Lesz még lejjebb, hát majd amikor ráérek. Hát de most is van. Én csak korai tanulok, meg van az angol középfokú múzió. Korai, ez nehéz. Én tudom, mi az egér németül, ez a Maus. Jaj, tényleg. Képzétek el, tegnap a mosógépem majdnem tönkre ment, mert mamámmal elkezdtünk mosni, legalábbis nekiálltunk mosni, és az történt, hogy beállítottuk 3,5 kilósra, de többet tettünk bele. És tönkre ment. Tehát leállt, aztán újraindítottuk, feszegettük, de aztán túl tovább ment, de ezek a mosógépek mostanában, főleg ez nagyon régi mosógép. Szeretsz gamer játékokkal játszani? Nem nagyon. Nekünk van egy német tanárunk, aki legalább 5 éves, tiszta olyan, mint egy baszorka, mindenki ott teljes jobban tudunk el németül. Hát ez nagy sztori. Szia, Szilvia! Szereted a farkasokat meg a kutyákat? Mert én nekem azok a kedvenceim. Fú, a farkast annyira nem. Kutyát az nekem. Volt is kétszer is kutyám. Én 4 évig németet tanultam. Én is 4 évig tanulom. Valamint most már csak 2 hónapig. Hogy vagy? Fáradtan és betegen, de remélem, hogy jól alszok, bár most ebben nem tudok jól aludni. Úgyhogy nem tudom miért. Ezt miért csinálod? De nyugtató, remélem. Ez egy ilyen szemet csatorna. Most viszont hoznak magamnak vizet. Zeném, Neoton zenéket szeretem. Szeretek bulizni. Hú, azt én is a legneoton, de tudjátok, a Neoton koncertem van, ezt kell csinálni, ezt imádom, főleg így ugrabugrálva. Most nem benne. Te vagy a legjobb videós. Köszönöm, Sinka, mi ilyen aranyos tőled. Biztos vannak jobbak is, de írtátok többen is, hogy túl személyesek a videók. Én ilyen videókat szoktam most csinálni, mert én szeretem, ha valakit
megismerek jobban. Én holnap megyek bulizni. Na, az tök jó. Akkor hogy van? Fáradt a növény is, nagyon sokat tanul, kitűnő tanuló, de kicsit pihenhetne, de rengeteg versenyre is jár. Jó van, Lali Angod. Majd szoki vagy sára. Beszélj hangosabban. Nem akarok itt kiabálni. Meg nem is tudok a torkom miatt. Kicsit fáj mondtam. Úgyhogy nem akarom most így elítőzni. Beszélj hangosabban. Tényleg beszélj hangosabban, miért nem halljátok? Mi a kedvenc kajád? Szeretem a pizzát. Most nagyon kívánok egy pizzát. Nem tudok enni, mert mostanában mindentől hány ingerem van. Úgyhogy pedig ennék. Hűtőben van is egyébként jó kis vésli. Ketchuppal tudnám enni, legalább valami paradicsomosat, akkor azt tudnék enni, de nem hiszem, hogy lemenne, mert mondom, hogy a betegség miatt most nagyon nem is kívánok semmit. Nem tudom, ti betegen szoktatok mindent kívánni, mert én egyáltalán nem. Mi a kedvenc kutyád? Nekem mindegy. Ma van a szülinapom. Boldog szülinapot. Már potteni legtudni. Szia, Faktori. Az osztályfőnököd nem szokott piszkálni? Nem. Én szeretem az osztályfőnökömet. Tiszta olyan vagy, mint azok a törpék. Milyen törpék? Hoppikik, törpikék? Nem rossz, de nem is kék az arcom. Tudom, mi angolul az Apple. Az Apple. Erre mindig az a dal jut eszembe, hogy I have a pen. I have a Apple. Oh, Apple pen. Jaj, de sok komment érkezik most így hirtelen. Jaj, várjátok, hol tartott? Jambulást, köszönöm, Nóra, milyen volt a napod? Hát reggel felkeltem, néztem egy kicsit még a sorozatot, aztán lánykolottam az ágyba jobbra-balra. Mentem a boltba is, bevásároltam, aztán visszafeküdtem. Mert amikor suttogsz, én is szeretem hallgatni másokat, ahogy suttognak. Az Almar Apple. Magyar vagy? Igen. I'm from Hungary. Cica vagy kutya? Cica. Szia, Anni. Gyűrűkorából a nyilas csávó. Nem nézem a gyűrűkorát. Hogy vagy lelkileg, mi újság? Fú, na eddig ezt még nem kérdeztétek. Lelkileg? Lelkileg amúgy jól. Lelkileg most stabil vagyok. Csak kicsit félek a jövőtől most, ugye, érettségim meg minden, de lelkileg most jó, csak a szüleim kicsit most haragban vannak így egymással, de majd csak megoldják. Szeretek videózni. Én is szeretek egyébként, csak maximalista vagyok, és emiatt minden jobb tartalmat szeretek nektek csinálni. Egyébként hogy ISMR videókat csinálsz már, mint hogyan kezdődött az egész ISMR videók gyártása. Nekem már volt egy másik csatornám is anyukámmal, de nem lett egy nagy siker. És mivel én magam is szeretem az ISMR-t, ezért kezdtem el csinálni. Anya azt mondta, hogy neked annyira megnyújtott a hangot. Jaj, de örülök, még anyukád is néz. Csabi, te hiszel a halál utáni életben? A lélekvándorlásban is. Ez egy fa. Ismered? Most nem tudom, mire gondol ez. Csak egy kicsit. Húnyd le a szemed. Csak egy kicsit. Engedd el magad. Szia, Lacika. Hajad akkora, mint egy leánykának. És akkor mi van? Te vagy a kedvenc videósom, hogy nekem olyan 6 macskám van, hú, végem, mert nekem is volt még 10 is. Milyen házi kedvenced van? Nekem a Fedora, cicuskám. Ismered a Walmart, ha igen, milyen kedvenc alatt tőlük? Úristen, az. Én szeretem. Na most kijött egy új száma is Marics Petinek. Na, ennek nagyon örülök, ha jól vagy a jövő, az pedig majd úgy alakul, hogy annak kell. Én is így gondolom adni. Szia, mi a hobbid?
éneklés, fodrászkodás, ezek. És nektek? Mondd el Magyarország szomszédos országait. Jaj, egy kis földrajz, nekem van egy kis földrajzom. Ausztria, Szlovákia, Románia, és most szerintem így a fejemet. Jaj, gyerekek. Ott alul. Télen milyen határa is van Magyarországnak? Szerbia? Azt hiszem. Szlovénia is van nyugaton, vagy ott a fele, ha jól emlékszem. Van csajod? Nincs, nincs. Van párod? Nincs. Mi a hobbid? Szoktam énekelni és fodrászkodni. Mindjárt alszok, hát már mindjárt én is. Szia, van párod? Nincs párom. Nem is értem az utóbbi videód az elfogadással, amikor gyerekek piszkáltak. Ez nem elfogadható, hogy már ilyen kicsi korban már piszkálódnak máskor. Ja, főleg utána még begyárkodtak, és már még be is csengettek, és elfutottak. Sőt, egyik reggel láttam őket, nem is délután láttam őket az ablakból, kinéztem, és akkor is elfutottak. Tehát félnek egyébként. Mindig ugyanazok. Szia, úgy églem, ha nagyon jött. Jaj, Lecika. Hát nehéz volt megnevezteni. Láttad a Willy Wonkát? Látta, és imádom. Most szombaton néztük meg újra hugommal és mamámmal. Van palid? Nincs palim, nincs párom, és palim alapban nem is nagyon lesz, tehát ezt már kifejtettem, Gábor. Már jó, ezt csinálod. Mi? Miért jó ezt csinálod, mondd meg. Én szeretek videózni. Amúgy lehet, hogy lemaradtam, de miért suttogsz? Mert ez egy ASMR élő. Fiú vagy? Gyerekek, itt az élőbe olyanok jönnek, akik engem nem követnek? Vagy hogy az élőt az mindenkinek feldobja? Tehát aki ismer engem, az tudja, hogy milyen vagyok, az nem kérdezi ilyet. Szia, nagyon jók az ASMR-eid. Tuki vagy, köszönöm, Kuba. Ausztria, Románia, na ezeket eltaláltam, Ukrajna, Horvátország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, ezek a megfejtések a kérdésemre, hát akkor egy 3-4-es szinten tudtam. Szerintetek lány, gondoljatok már, szerintetek miért Csabéne? Köszönöm, Forti Boy. Mert nem kell, sziasztok, szomorú vagyok, mert le fogok maradni, ami még lesz. Visszanézhető lesz, nyugi. Egyébként se tervezem olyan hosszúra ezt az élőt. Engem meg megvert. Te kis vérzete az orrom, én pedig lány vagyok. Micsoda! Igen, engem is vágtak már orrom, vagy orrba. Szia, most megyek a Nióit, szia és kitartás. Nióit, Sára, aludj jól. Álmodj szépeket! Csabi, nem akarsz Madinak rakni, ki kéne szűrni a nem idővaló kommenteket? Hát már ki kéne. Milyen platformokon vagy még elérhető? TikTokon, Facebookon és Instagramon. És most már Snapchaten. Csabi, neked is kellene pár moderátor, hogy ez a sok troll kicsit szűrve legyen. Hát igen, de nem tudom, hogy hogy kell moderátor, de szóval, hogy tudom megmondani, vagy kiválasztani, hogy most ki legyen moderátor. Segíthetné Réka. De valóban most már kéne, már engem nem nagyon zavar, mert elnézegetem itt ezeket a pihent agyú. Amúgy ezt a kezelményt tényleg hagyjuk már el, ne az 1800-es évekbe éljetek már. Szeretsz ASMR-t nézni? Szeretek. Rossz ezeket olvasni emberek, ovisok vagytok. Jaj, Réka. Én azt gondolom, hogy aki szeret, az számít. Aki meg nem, az hadd írjon igazából. Mondjuk én nem tudom abban, mit élveznek, hogy bemennek live-okba, aztán így összetrollkodják. De moderátort majd tényleg kéne. Most már állítani. De aki piszkálódni jön ide, az minek jön? Ugyanezt gondolom adni. És hogy engeled lelkileg is bántanál magát amiatt, akkor az miért tudok lenne? Szerencsére megedződtem. Azért rengeteg bántást kaptam már, úgyhogy már nem nagyon veszem ezeket magamra. Azt mondnak, hogy már miért van rajtad paróka? Yeah.
Egyik takarítónő még 3-4 éve, vagy már több is, megfogta a hajamat, hogy ez igazi. Most ez jutott eszembe, nincs rajta paruka, de ez mindent vitt. Hát Tomi, hallod? Én ismered, de ez meddig tart este 21-ig? Néhány óra? Nem tudom, ameddig nem fáradok el nagyon. Jézusom, Zsuzsanna! Tényleg kérdem el, moderátor. TikTokon hogy nem live-ozol? Hát, nem nagyon szoktam. Meg ott nem ilyen szemekként tevékenykedek. De live-olhatok is majd. Elindítod a kedvenceled nekünk? Hát most nem menni a fájtorkom. De fel vagyok iratkozva, csak nem tudom elmondani, hogy fiú vagy lány. Hát ha fel vagy iratkozva, akkor biztos tudod. Remélem, hamar meggyógyulsz, jobbul, és majdnem minden nap hallgatlak, szerettem, amikor magadról mesélsz, egy szuperember vagy. Köszönöm. Látom, mennyire korosztály hallgat. Mennyi korosztály hallgat? Én például 15 év idősebb vagyok. Nem baj az. Örülök is, hogy mindenkihez ezt el tudom így juttatni. És ennyi. Ennyi emberre meg tudom talán kedveltetni ezt a műfajt. Éppen az Inaudible-t Melindánál kedveltem meg nagyon. Én nagyon sajnálom, hogy történt veled, hogy 12 évesek struktúroztak, stb. Egy kicsit nagy ügyet kerítettem belőle, de tényleg rosszul esett. Hidd el, ők már direkt csinálják ezt, hogy most milyen az nem lehet, hol tudják jól a valóságot, csak mindig vannak ilyen rossz döntők, sajnos, hát igen, mindenki a saját életébe foglalkozhatna. Csepi, egyszer nem tervezel egy irányított meditációt csinálni, de tervezek, csak kicsit az hatalmas, azt ugye ki kell dolgoznom, de csinálok majd. Mondhat, hogy te is szoktál meditálni, és tök jó lenne szerintem. Mondjuk már régen meditáltam, de majd újra elkezdek. Egyszer lehet olyan ISMR, hogy ilyen rajzolás? Vici. Persze. Csak remélem nem tiltja le a YouTube a megjegyzéseket, mert gyerek tartalom lenne. Miért rajtad paróka, kislány? Jaj, Tomi. Ezeket melyiket felsorolvasom. Egyrészt nem paróka van rajtam, másrészt meg nem vagyok kislány, de ezt mindenki tudja. Na, tényleg moderátor kéne már alkalmaznom. Miért van ilyen hosszú hajad? Jaj, miért ez a legfontosabb kérdés, gyerekek? Mert szeretem a hajakat, szeretem a hajat, szeretek fodrászkodni. Szia, Bálint! Annyira unalmas már ez, neki így jó is, kész, így van, fejlesztitek magatokat is csendben. Na, hát nem is kell itt megvédeni magam. Már. Köszönöm, Forti. Rányomsz hosszan, például az én nevemre, így akar live közben is, és feldobja ott, hogy beállítás moderátornak legalábbis régen így volt. Jaj, Réka, köszönöm. Na akkor, ünnepélyes kérdés, ki szeretne moderátor lenni? Ígyátok meg. Igen, szerencsére neked erős a lelked, de ezek meleg se vonulnak a következményekbe. Így van. Létíted meg Rékát Modinak. Jó, hát Réka nem tudom, meddig marad a live-ban, de ha szeretné. El kell az ilyen embereket engedni, mert csak lehúznak. Szerencsére vannak itt normálisak is, még jó. Lehet szájhangos vidi, vagy esetleg most egy kicsi. Hát most annyira inkább nem, mert félreérthető a múltkor is az volt, de lehet majd egy sorban, lehet csinálok majd őt. Sridav. Van TikTokod? Van TikTokom, igen. Csabi, be is linkeltem egy közösségi fülbe a TikTokomat, a Csabi egyszer nem tervezel egy irányított meditáció. De tervezek, de ezt nem mondtam. Látom, nem tanították meg olvasni azokat, akik kérdezik, hogy fiú vagy lány, csak mondom, aki nem tudná, a Csaba, a Csabi fiú név. Igen, Varga. Szerintem te egy Csaba szívember vagy. Köszönöm, Balázs, bár nem tartom magamat a legjobb embernek. Néha még jó embernek se, nem tudom, de hát... Ez most hosszú, nem nagyon mennék bele, de igyekszem jó lenni, jónak látni a világot, de néha megedző döcsége miatt már nem tudom.
Mit tanácsolsz, akiket lelkileg bántanak? Ne törődjön velük. Van egy olyan mondás, hogy ne azzal törődj, hogy mit gondolnak mások, mert ők. Ha tudnák, hogy mit gondolsz te róluk, akkor nem mondanák ilyeneket. És ez még nem elég, meg akartak folytani, és én ugyanaz vagyok, aki előbb viszont megfolytani. Azért ez durva. Szia, Pamela. Nagyon sajnálom magamat, hogy ide benéztem, mert ezt a látványt nem fogom hamar elfejteni. Szegényét. Hát akkor menjél csak. Lehet többször live. Persze. Szia, Barbára. Szia, Bernadett. Ez minden ilyen a fiúkat, akkor piszkálják a hosszú hajók, a lányokat pedig a rövid hajók, én lány vagyok, és azért piszkálnak, mert rövid hajom. El kéne fogadni a másikat, de Magyarországon ez nem nagyon divat. 3000-re feliratkozón lehet egy paki parádia, az a kedvencem. Persze, meg névfelolvasás is. Én is szívesen leszek, Modi. Minden live-odat szoktam nézni. Nem nagyon kommentelek, csak csendben hallgatózok. A következő live-tól lesz akkor moderátor, mert most már alapból is mindjárt befejezem a live-ot. A következőnek majd lesz. Nem vagy te lány, és te rajtad nincs paroka, mondnál el mindenkinek. Szerintem már megszámolhatatlan elmondtam. Nem kell, hogy szíjus, szíjus, Tamás. Majd vesz moderátor annak, akiben megbízol, Csabi, persze, de mondom, hogy következő live-tól lesz majd moderátor. Szia, Blanka. Csabi, tényleg miért nem teszel meg bár törstagot, aki mindig itt van moderátornak, és azok, akivel egyik a sok 15 éves burdét, akik itt a járban. Ez a megfogalmazás, ez haláli. Csak egy kattintás a névre, hogy Réka érte, és ennyi. Persze, de mondom, engem nem zavarnak, de valóban ez így hasznos. Szia, egy ötlet, kommentekből csinálsz egy videót, mondjuk valaki írja. Ezekre találsz két trigger hangokat. Ezt most nem értem. 18 éves vagyok, Bálint. Azért csuttog, mert az ASMR-ben rászól, nagyon fontos a profi ASMR-ek. Tudnak olyan hangon beszélni, ami nyugtató például Csabi, és nagyon profi. Cuki vagy Forti. Mondtad korábban, hogy nagy vágyad, hogy repülj. Ez így van, Kiréka. Szerinted ez megvalósul idén? Mondjuk, hogy mi megünnepelhet, hogy befejezted a sulit. Á, mekkora ötlet! De most felcsikáztam. Igen, megvalósul. Az álmainkért küzdeni kell. Jó, Kavidi, köszönöm, Levente. Nehéz a negatív kommenteket semmi venni, de kívánom, hogy neked sikerüljön, és érjen minden szétet, amit szeretném. Én mindig itt leszek neked. Köszönöm. Legyen meg Bengi a szemed. Jó, de milyen étellel kívánjátok ti ezt nézni. Nagyon szeretem a videóit, Csabi, szerintem kéne egy ilyen orvosos videó, és talán egy ilyen spriccelős is lehet, ne? Nem tudom, parfümösre gondolsz. Orvosos videó már azt hiszem van, pszichológusos is egyik első videó. De lehet majd újra. Honnan jött az, hogy te is ilyesmi videókat csinál? Ti is csukott szemmel szoktatok hinni, vagy csak én vagyok ilyen fáradt, meg panka. Igazából szeretem nézni, és azért gondoltam, hogy akkor csinálok is videókat. Én nagyon szívesen lennék minden videót, láttam, de hogy a kedvenc ilyeszemes. Jaj, egy cuki vagy zsirenda. Gyügyülés kívánok, köszönöm. Lili Tiza. Nem akarok megbántani, de azt hittem 20 vagy bocsi, ha ezzel megmondhatom. Nem, dehogy is. Nem maradszom, ha valaki többnek néz. Nagyon sokan néztek idősebbnek. 14 évesen felajánlottak egy modellkedést, azt hitték 18 vagyok. 14 évesen még nem vállalhattam el, sajnos. De én még a pszichológushoz járok, annyira bántanak, ez nem fair. Az nem szégyen, valaki pszichológushoz jár. Te amúgy nem vagy fáradt, de. Legyen meg megint, meg tanács.
szalma, csak legyen hamburger is, please. Jó, lehet majd. Elnézést, lehet, hogy már kérdezték, de hogy vagy most kicsit fáradt, ez egyébként én egy rettentő pozitív embernek tartalak. Felnézek rád és tisztel, akkor nagyon inspirál személyed így tovább. Most beled kedves vagy, most beteg vagyok, úgyhogy nem vagyok olyan jól. Azért vagyok talán kicsit fáradt, meg beesett a szemem, de igyekszem jobban lenni. Annyira jók az innentől a videóid. Köszönöm, most is lett egy kitéve ma. Szia, jó hét! Szia, Tamás! Olyan spriccös, hogy ráspricceled a mikrofonra a videó, vagy bármit. Jó, lehet végül is. Csapi, megbocsátalak is, tesomért, csináljuk a térdel még, bocsátal. Valahol megbocsátom, bár vagyok, nem tudom, mit ért. Tök jó vagy, köszi Roland. Szia Csabi, sok szerencsét a videózásban. Én meg nem is értem, hogy nincsen YouTube díjat. Jaj, cuki vagy Veronika. Szereted a hosszú aját. Néha nehéz amúgy, de kezelni, de a lampa szeretem. Jó, rövid aját könnyűbb kezelni. Gyógyulás, jó hét, most már tényleg. Meg mikor lesz, amikor össze tudom hozni éppen. Szia, Marian, Pragné. Amúgy jobb lett a hangminősége, csináltam valamit, vagy lehet csak én hallom így. Mindig próbálok így elkötni rajta éppen, ahogyan jó. De mondjatok meg ti. Szia, Virág. Sziasztok. Meddig tart a live, Csabi, mert nekem 9-kor mennem kell. Lehet szerintem lassan vége. Te is oda sokat szoktál talizni? Nem, sajnos heti egyszer, vagy két hetente egyszer. Hogy legyen mindig ilyen pozitív és erőteljes. Igyekszem. Igyekszem pozitív lenni, mert tudjátok, jónak lenni jó. Tudom, gicses, de én így gondolom. Tudsz olyan vidit, hogy a mikrofonra ráraksz egy zacskót, és arra spriccesz ilyen spriccelvel? Persze. Visszanézhető lesz? Igen, minden Milán visszanézhető. Nagyon jó a minősége mostanság, mondjuk én ezzel enni is imádtam. Cuki vágy. Halió, jó. Vagy nagyon sok sikert. Köszönöm. Annyian vagyok, annyira örülök ezeknek, hogy ennyien itt vagytok. Annyira szeretlek tényleg titeket. Második családom. Sőt, szinte a családom vagytok. Első számban. Nem muszáj lévítszen. Ez négy hívhatsz Lillek. Jól van, Lili, akkor szia, Lili. Te vagy a legjobb videós. Ami nagyon kedves tőled, köszönöm. De miért lesz vége mindjárt? Hát még ma zuhanyoznom kell, fáradt vagyok, fél hatkor felkeltem, mert nem tudtam tovább aludni. Úgyhogy majd még alszok hamarosan, szerintem már. Szép vagy. Most? Cuki vagy. Eddig mi történt, mert nem voltam itt? Beszéltünk kicsit arról, hogy mi van mostanság. Most beteg vagyok éppen. De... Képzeled el magad 20 év múlva. Alternatív, mondjuk valóság, vagy egy, mondjuk látnok. Ha látnok lennék, 20 év múlva mondjuk, ez be kell csuknom a szemem. 20 év múlva egy családi házban, egy-két gyerekkel, egy munkával, mondjuk egy óvodába, óvóbácsként, utazgatva, boldogan, kb. Így. Nagyon jó a profilképen. Köszönöm. Szia, nem kaptam értesítést sajnos. Visszanézhető lesz, lenne akkor. Ti kaptatok értesítést, többiek, mert én úgy állítottam be. Szeretlek téged, jó barást. Jaj, Zsanna. Köszönöm. Szereted általános iskolát? Én kettő általánosban jártam, és a másodikat jobban szeret. Hello, hogy vagy? Hát Zsófi most betegen, de alapból most így jelenállás szerint köhögök még, meg fáj a torkom, de ezeket leszámítva igyekszem jól lenni. Csak is elmondja, hogy egy pár órával az élőt rakj egy posztot, mert sokoknak nem jön ez a csengő, és így lemaradnak. Hát képzeljétek el, hogy egy poszt, az nekem mindig
órákkal később jelent csak meg. Tehát, hogyha mondjuk én eltöntöm, hogy 4 órakor, hogy mondjuk 7-kor live-olok, vagy 8-kor, akkor nekem az a másik csatornámra csak pár óra csúszással ér ki, de majd ezt is beállítom, akkor szerintem elkezdett bizsregni a fejem a beszédet, nagyon jó érzés. De ennek nagyon örülök, Bíbor. Igazából, amikor bejöttem, valaki azt mondta rá, hogy mit? Hosszú hajat, szerintem ugyanúgy fiúnak nézel ki, és nagyon jól lehet. Köszönöm. Az ilyen negatív kritikákat én, ez nem is kritika, egyszerűen csak bunkóság, de igyekszem figyelmen kívül hagyni. Így tudom, csak sok sikert kezi, Tavi. Jobbulás, köszönöm, Anni. Torokfájás a baj, meg láz. Reggeli opciós videó mikor lesz? Nem volt egyszer, de lehet majd. Most például vettem kalácsot, de nem hiszem, hogy be fogom tudni reggelenni. Jobbulás, Csabi, nagyon szeretek. Köszönöm, Lilla. Én Velcsben dolgozom. Hogy ez jó. Én Aviba szeretnék majd talán. Jó a live. Köszönöm mindenféle. Nyugodtan menj aludni, majd holnap majd live-ozol. Hát nem hiszem, hogy holnap live-ozok, mert ki tudja, lehet. Mi van ezt, mivel nem tudom, már rég nem beszéltem vele. Jó, mert neked hosszú, és sokan mondják egyébként, nem is tudnám magam elképzelni, hogy vitaljál. Szia, Panka. Jó, szia, Belcsó, hogy meg kamar. Köszönöm, Emma. 18 éves vagyok. Milyen hosszú hajad? Hát így, eddig ér. Szia, Eszter! Te mikor kezd reggel? Hát mindig változó, de van 5-6 fele. Nem vagyok az a nagyon sokáig ágyban levős típus. Igazából nagyon ritka az, amikor 8-ig alszok. Hétvégente. Esztivel mi van? Nem beszélek Eszterrel, már nagyon régóta. Így könnyebb elfelejteni a dolgot. Jól áll. 25-kor kicsit elmegyek, de 21-kor jövök vissza. Hát, nem hiszem, Lili, hogy még 9-kor itt leszek. Hajrá, Csabit vagy a legjobb, így tovább sok sikert, nagyon te szikaitolt. Köszönöm, 18 éves vagyok. Az én tesom óvónők. Hú, az jó, azok jók. Én hétvégén 10-30-ig azok, hú, az, hogy csinálod. Szia, Mercedes. Éppen most a Lokfici tézére, és ez a háttérzene nagyon megnyitott. Tényleg ez a háttérzene? De aranyos vagy. Megvan a 3000. Mármint a feliratkozó. Én még mi látom, nincs meg a 3000, de... De ha meg lesz a 3000, akkor fogok egy névfelolvasós videót csinálni. Edina. Szia, Kitti. Mi a kedvenc zenekarod, zenészed? Az Abbát szeretem külföldében, meg a Queen-t, meg a... Ajzét, a... Jaj, mi a neve? Hogy hívják most? Fúj, értelen akartam mondani. A... Fú. Kelly Family. Azt szeretem. Miért beszélsz ilyen halkan, mert ez egy ASMR. Mennyik aludni, így sem jó éjszakát, ilyen szia, Forti baj. Köszönöm, Nuca. Szombaton 2 lesz élő videó? 2? Nem hiszem, de lehet. Timothée Chalamet a kedvenc film. Az a kedvenc film, és van Pám. Pám. Melyik a kedvenc filme Timothée-tól? De megvan a 3000. Megvan. Live előtt még nem volt meg a 3000. Most néztem, megvan a 3000. Nem mondjátok, egy live. Nem hallottam még itt. Egy live-tól megvan a 3000. Na hát, akkor mindjárt kiteszem majd a közösségi videó, hogy akkor lehet majd a névfelolvasós videóra írni neveket, ha megvan a 3000. Szia, Csabi, hogy vagy? Szia, Anna. Hát, most beteg vagyok éppen, de alapból igyekszem jól lenni. Csak kicsit az érettségitől tartok, de oda teszem magam, csak most a matek kicsit nehezen megy, de alapból igyekszem. És te hogy vagy? Edin, megvan tényleg a 3000? Na hát az jó. Nagyon rosszul érzem magam barátaim miatt. Hát ha valamelyik barát bánt, akkor az nem igazi barát. Mondd ki azt, hogy Flóra. Flóra. Hú, milyen hangzatos név.
Én benne leszek a neves 3000-es videóban. Hát majd ha a poszt, aláírjátok a neveteket. Ez fontos, hogy majd a poszt aláírjátok a neveteket, kérlek. És te szereted a jazzt. Jó kis zenei műfaja. A csodában csak most vettem észre, hogy live van. Kitartás erre a 2 napra a hétből. Köszi, Lotti. Bár most nem megyek soliba, mert így tudom, hogy beteg vagyok, de mindenki másnak jobbulás, meg kitartást. Mondjuk nekem sem annyira jó, én nem szeretek ilyen semmit tenni egész nap, olyan nehéz ágyba maradni általában 2 délelőttökön. Nekem a Vonka. Hú, a Vonka az nagyon jó film, imádom a Vonkát. Kedvenc filmem nekem is. Jó éjszakát, Csepi, szépen magad. Jó hét, Tomi. Jobbulás, én szurkolok az érettségihez. Jaj, Lotti, na hát ennyi szurkoló táborral nem biztos jó lesz. Tényleg mi van a 3000, gratulálok, Csepi. Én nem hiszem el, most komolyan, most ezért nem fogom leállítani az élőt, de hát ezt én nem tudom elképzelni, hogy ennyi, egyszerűen 100 feliratkozom lett 1 órás élő alatt. Nekem mennem kell. Nyilván utca, de visszanézhető lesz az élő. Friss is, majd rá a YouTube-ra valóban megvan a 3000. Hát akkor most ki kéne mondani egy peskőt. Hidd el, meg lesz az érettségi könnyen, sok sikert majd. Köszönöm, Hanni, biztos. Szokták mondani, hogy 2 dolgot nehéz az érettségén megbukni, és 5-ösnek lenni. 2-es azért biztos megvan mindenkinek. Hányi fogsz élőzni? Nem tudom, változó. Én benne leszek a népfelolvasós videóban. Hát majd a posztelen nekéled, akkor igen. Véletlenül nézel animéket? A Narutót régebben néztem. Te szerepelsz Vianney ASMR egyik feliratkozós videójában. Ha igen, imádtam a te részed nagyon. Igen, szerepelek. Igen, egyszer, 2022 végén. Egy-egy valány felvágott fokhagy, mert mézzel pikpakelyre állandja a torkodat. Mézet szoktam menni, de fokhagy, mert hát... Milyen cuki, hogy örülsz. Tényleg. Megiratkoztam, Csabi. Köszönöm. Mikor lesz poszt? Hát akkor majd ma kirakom, ha tényleg megvan a 3000, nem tudom egyelőre még elhinni. Tényleg megvan, Csabi, gratulálok. Jaj, köszönöm, de Réka. Na most már tényleg el kell hinnem. Egyszer nem tudom, egy élőtől hogy lett meg 3000 feliratkozó. Na mindegy. Gyakrabban kéne élőznöm. Na jó, mert most feldobta az estém. Sok szerencsét az érettségidre. Tényleg most már annyi szurkoló táborom van, hogy rátok fogok kontrolni az érettségét. Csak milyen tiszta szívből imádkozok a jó érettségidre. Majd annyi, ez a sok jó ember tényleg kiüti a rosszakat. Tényleg köszönöm nektek. Jó hét, nem megyek aludni, csak jó éjszakát akartam kívánni. Jó hét, Isabella. Ki a kedvenc énekesed? Timotei szokott énekelni, Timotei Salamed, de amúgy kedvenc énekesem. Szeretem a... Hú, de nehéz. Celine Dion, Taylor Swift-öket szeretem. Gratulálok, Csabi. Köszönöm. Mi a cél a feliratkozó számban? Igazából semmi, csak jó, hogy ennyi ember, ez el tudom juttatni ezeket a, ezt a, az ISM-et. Mit szeretsz sportolni? Imádok röplabdázni. Szurkolok én is az érjétségére, köszönöm. Szereted az érjét, hogy Marics Petit? Marics Petit, igen. Szia, beteg vagyok. Szia, sajnos én is. Jézusom, szia, hogy vagy? Szia, Noel. Hát, most én beteg vagyok, de alapból igyekszem, hogy kigyógyuljak belőle mi hamarabb. Mi a neved? Csabi. Én csak véletlen tévedtem ide, de feliratkoztam 2 perc után. Na, Kitti, örülök. Mikor kezdted a live-ot? Hát kb. 1,5 órája. Szia, Péter. Tudsz valami nyelvtörőt? Hú, rengeteg nyelvtörőt tudok. Mondjuk, nézzünk nyelvtörőket. Fekete bika patakopog a pepita patika köveken. Mit sütsz, kis szűcs? Hogyan van tovább? Nem tudom ezt, de van egy olyan is, hogy stretches stressznadrág. Ezek
jó kis nyelvtörk anyukám is rengeteget tud. Mi a kedvenc állatod, cicus? Kíváncsi lennék nagy részben, milyen korosztály van most itt jelen. Arra én is tudszál. Nagyon szép, hogy még betegen is. Ugyan már ebbe a fél homályba, jaj, de hogy is. Borotválkoznom is kéne, de gyűlölöm borotválkozni. Egyszerűen gyűlölöm. Annál kiáltatlan a dolgot, még nem nagyon tudok mondani nektek, hogy vagy. Elmondom még egyszer, hogy beteg vagyok. Remélem, ma már nem lesz lázam, de nem jó betegnek lenném. Főleg hiányozni nem szeretek. Szia, Terézia. Szia, Csabi. Én is idén érettségizek, szurkok neked. Én is neked akkor. Te nézel fozit, apukámmal néha régen néztem. Nem mondod a nevem? Erik. Szilvia. Szia, Terézia. Petrus, hogy vagy? Nem a legjobban. Te fiú vagy, azt hittem, lágy. Jó, ezt még el tudom nézni, aki első ránézésre ezt gondolja, mert messziről én is volt már, hogy egy fiúra lányt hittem, de aki ismer, az nyilván attól zavaró az a jelentés. És még a tanárom is egyszer azt mondta, hogy lány, sőt, még egyszer a kanahúza vonaton is azt mondta, hogy jó napot a hölgyeknek, mikor mamámmal ott ültem. Mondjuk egyszer a mamának meg azt mondták, hogy a jól néz ki a lánya. Mama mókot kapott, mert ugye nem nézték ki, hogy unokája van, én kevésbé. Én nem tudok ennyire jó nyelvtörőt mondani, most megpróbáltam, de elfelejtettem beszélni. Szia, Gyöngyi! Én 20 éve úgy gondolom a kommentek alapján, hogy itt jóval fiatalabbak vannak, feliratkoztam és lájkoltam. Nagyon én mentem, mert mindjárt lemerültem. Nekem is le fog egyébként merülni, de nem baj. Visszajöttem. Na látod, Lili még mindig itt találja. Te transznemű vagy, Stegi. Nem szeretem ezeket a kijelentéseket. Nem vagyok transznemű. Ó, semmi jobb lesz. Én is beteg vagyok, képzeld. Nem jó betegnek lenni. Ez a torokfájás tényleg nagyon, nagyon rossz. Te nem a McDonald's-ban dolgozol? Nem. Jó itt, Iza. Sziasztok, most tudtam csatlakozni. Gondolom, sok mindenről lemaradtam. Hát, Prigi, visszanézhető lesz te alapból. Most is csatlakozhatsz. Nézd olyan a profi képeden a B-nek a körülötte színe, mint az én pulcsim. Mi a kedvenc játékod? A Minecraft. Számítógépesből alapból meg az országváros. Imádom az országvárost. Tudjátok, mire gondoltam? Nem tudom, ez ön elvetemült ötlete, de akár játszhatnánk majd egyik élőben országvárost így közösen. Jobbulás, köszönöm, Péter. Hány éves vagy? 18. Szia, Csapi, remélem jól vagy, és minden rendben veled. Már beteg vagyok, de alapból szeret gyógyszert, úgyhogy biztos. Remélem, jobban leszek. Milyen zenéket hallgatsz mostanában? A Rubi című telenovelának a zenéit. Meg Melotont. Bocsi, hogy ezt mondtam, csak azt gondoltam, de azért nem utállak, nyugi. Milyen nyugodt vagyok. Magyar énekesem, Radicsikit, nagyon szeretem meg Jan Szakatát. Jobbulást. Köszi, Eszti. Csabi, szerintem is jó ötlet, hogy a következő live-tól kezdve beállítasz a moderátorokat, mert tök jó lenne többet hallani rólad, és nem ötvenszer azt, hogy hány éves vagy, és miért összeállít. Hát még a hány éves vagy, azt elnézem, de ezeket a hajas dolgokat annyira nem. Amit a hajjal nézek jól. Köszönöm, én is mondom, hogy ez a haj áll nekem jól. Én 15 vagyok neked. Melyik volt a kedvenc életkorod, Csabi? Hú, de nehéz kérdés. 14 éves korom. Mikor 14 éves voltam? 14. Szia, holnap megyek fogorvoshoz, de még mindjárt bealszok. Jaj, ne, a fogorvos az borzasztó, én ide már kétszer voltam. Meg húgom is volt már. Húztak is fogad, mondjuk azt a vagy december, meg tömtek is itt. Hol is vagytok? Itt alul. Én kézilabdázni szeretek. Hú, az is jó, bár én azonban nem vagyok olyan ügyes. Szép vagy. Köszönöm, Lili. Nem játszhatunk országos várost. Jó, tehát én szeretem az országvárost. Én mindig nagyon szerettem. Jó kis agy megerőltet is, hogy ne csak változatosat írjunk, de olyat is, hogy ne a másik, azt ne írja. 12-es vagyok.
Nekem is a kedvenc játék a Minecraft. Jó játék a Minecraft. Olyan szép, hogy mint egy diszkó baleset. Mi? Megyek az nézni. Jó így, Terézia. Én is beteg vagyok sajnos. Igen, most nagyon sokan betegek. Szia, megyek. Szia, Lili. Lassan már én is elköszönök tőletek. Csekkolom, hogy tényleg megvan-e a 3000 feliratkozó, mert egyszerűen elindni is alig tudom. Úgyhogy meglátjuk, hogy megvan-e. Bol Márta már nem másé, mert Márta már Tamás. Én ezt ismerem. Igen, jó a Minecraft. Végre egy magyar, aki live-ol. Milyen ilyen ritka a live-eszter. Régebben nem írtad, hogy tanár szeretnél lenni ezzel a terveddel, mi lett? Inkább más vonalt választok. A színészet jobban érdekel egyébként. De meglátjuk, egyetemre nem akarok menni, mert már lekem van az iskolapadból. Sok sikert és jobbulást. Köszönöm, Aliz. Csak mi mondj egy viccet. Két macska ül a hídon. Egyik leesik, hány macska marad? Amúgy mit jelent a depresszió szó? Hát Lili azt, amikor valaki egész álló nap befelé fordul, így ül, egyszerűen öngyilkossági gondolatai is támadhatnak. Szia, mennem kell, de mindenféleképpen nézni fog a videódat. Igen, ide, jó hét, jó hét. Szereted a gyerekeket? Nagyon. Emma, nagyon szeretem őket. Egy gyerekszínész vagyok Miskolcon. Na, az nagyon jó. Amúgy én 11 éves vagyok, azért vagyok ilyen. Jaj, de hogy vagy az. Én most ismertelek meg, és tetszik ez a live. Na, örülök, Máté. Új arcok is jönnek. Majd a csatornatagságot lehet elindítom. Nem tudja valaki, hogy a csatornatagságot egyébként hogy kell elindítani? Kérlek, és tett egy sorcot, hogy meg a 3000 feliratkozó. Véletlen, szerintem posztot fogok egyébként kitenni. Jó hét, Alice. Szia, Sára! Szombaton lesz videód. Meglátom. Ugye nagynénémnél leszek. Én utána az iskolát. Hát nem vagy vele egyedül, én se szeretem. Szia! Szia, az előző live-ba is itt voltam. Örülök, Oliver. Van csajod? Nincs, barátnőm. Megnyertük a kézilabda bajnokságunkat. Na, gratulálok, Zsombor! Örülök. Biztos nagyon jó volt. A gyerekek szerintem most már tényleg el kéne köszönnöm, mert már 9 óra van, úristen. Jó hét, Izabella. Lassan elköszönök tőletek. Még iszok egy kortyot, mert kicsit kiszáradtam. Tudod, miért nem lehet a savanyúsággal játszani? Nem. De most találkozom. Ja igen, ezt akartam mondani, hogy az eredetek találkozhatunk majd valamikor, amikor jobban leszek. Közönség találkozón egyébként. Szeretnétek? Mikor lesz megint live? Nem tudom igazából. Lehet majd egyszer éjjel is, aki nem tud aludni éjjel, akkor éjjel fogok live-olni, gondoltam már. Gyere, elmegyünk a Kurázsi. Jaj, erre a Kurázsi mama jut eszembe, Istenem. Kidobott. Mi meg kidobott? Én röplöplázok néha. Holnap lesz videó? Nem tudom, lehet. Lehet, hogy akkor a névfelolvasós videó az akkor meg lesz szombaton, majd meglátjuk. Jobbulás, köszönöm, Sára. Milyen érdekes, hogy nemrég volt október fele a 2000 feliratkozás, most meg a 3000, szinte el se hiszem. Mizu. Meg vagyok, csak betegeskedek most. Holnap? Bocsát. Bocsát. Lehet live, meglátom holnap. Most engem érdekel a cicás vicc vég. Szóval. Szóval, hogy az is volt két macska ül a híton, egyik leesik, hány macska marad? Kettő, mert hogy egy gyík esik le. Szóval olyan régi vicc, de én mindig szeretem. Köszönöm, Tíma. Izgulsz az érettségi miatt? Eléggé, de igyekszem jól teljesíteni. Március 27-e lesz egy Némtől éneklő verseny, és én majd énekelni fogok. Olyan népdolgok azok nagyon jók. Hát, mert zöldséget eszel.
Azért ne innen játszasz a valósággal. Kitalálod, hogy hányadikas vagyok. Egyébként 9-10 éves vagyok. Hát akkor gondolom, hú, negyedikes lehet akkor. Te sportozol, amit, mert én fociszom, én röpizek. Utólag is boldog szülinapot, Sára. Holnap lesz live, és ha igen, mikor... Nem tudom nektek, mikor jók ezek a live-ok. Lehet lesz, nem tudom, majd meglátjuk még. Mizu. Kicsit fáradt vagyok Erzsébet. Együtt vagy még a barátnőddel? Nem. Már. December óta nem. Le kellett zárni a kapcsolatod. Van házi állatod? Van egy titulus Fedora a neve. Mert... A Fedora név azonnal jött, hogy az egyik sorozatomban a Gabriel Spanikot úgy hívták, hogy Fedora. De állítólag valami szövetet is úgy hívnak, hogy Fedora. Ó, az jó sport, én nagyon is akarok röpizni, én imádok flagítni, tudjátok. Hogyan is, hogy így fel, én mindig így feltadom, és ökölbe állítok. És úgy átmegy. Igen, egyik osztás vagyok, és profi vagyok rajzban. Én is szerettem a rajzot. Aludja álmos vagy. Fogok lassan, igen. Ötkor jó lenne a live? Délután ötkor? Lehet az is. Sőt, lehet egyszerűen egy hajnali live is. Melindánál láttam egy hajnali videót, az is jó volt. Jézusom, Iván, na jó, tényleg moderátort kell alkalmazni. De ez nem tudom, na mindegy. Hetedikes vagyok. Az jó. Akkor mi van hátra? Öcsémnek holnap lesz a születésnapja. Boldog születésnapot. Tudod, miért nem lehet játszani a savanyúsággal, mert Csara Máté. Ja, az a vicc végén, jaj, értem. Maradnáddal lesz videó, nem vagyok már együtt Eszterrel. Meg tudom mutatni az izádat? Hát most annyira nem, mert egyrészt nincs benne, másrészt sötét van kint. Csak mindent jönnek meg az emberek, maradj mindig én pozitív, és itt a jóval több feliratkozód lesz, ígéret, és te nem gyártó vagy, bízz valamban. Igyekszel kinti bízni. Legyen lány, mert én ugye most érkeztem meg erre a csatornára, hogy nagyon tetszik, amit csinálsz, és jobban is kívánok. Köszönöm, Máté. Felnőttként grafikus szeretnék lenni. Az is jó. Ezek moderátor. Szívesen jó. Rendben, akkor a következő alkalommal is majd írtek. Nem tudom, mi jelenzek a következőnek. Nem tudom, mindig spontán jön ez az élő. Miért szakítottatok? Korkülönbség nagyon nagy volt. Nagyon sokat veszekedtünk már. Ezt le kellett zárni. Hogy hívják a hegyvászófiát? Nem tudom. Pedig nagyon illetetek. Külsőleg lehet, de nem nagyon volt köztünk nagyon sok minden már. Most jöttem meg. Örülök, Oliver. Hát Izsák. Mi? Hegyvászófiát? Izsák? Ja, hát Izsák. Ja, Istenem. Jól esett. Nekem most kérdez a Kriszti, Balázs, a Mufai, Muf, az a Godzilla. Na, az jó. Még ezek a jó kis effektek, Game Over. Veszekedés a kapcsolathoz kell. Nem egyszerű veszekedés volt ez. Fiúkba vagy szerelmes? Egyedül Timot és Elemente, de az egy plátói szerelem, mert imádom, mint színészt. Meg mint embert is. Meddig Tió, pedig Tió volt a kedvenc videósaim. Eszter nem volt videós, Eszter csak jött, és videóztunk kicsit, nem volt egy jó, és inkább nem beszélek róla, mert elég kellemetlen erről beszélnem, mert egyszerűen fájdalmat okozott, úgyhogy hagyjuk. De nem haragszom rá. Oké, nem tetszik, miért nem léptek ki? Így van, Zsuzsanna, ne trókodjál ki szét az élemet, jól megmondtad. Úgy van. Ismered az egyik hörcsögös viccet, az egy hörcsög szörpöt... Jaj, tudom, jaj, most ezt mondták mondani. Egy hörcsög szörpöt ször... Egy hörcsög szörpöt szörcsög... Szörcsög... Nem szörcsöl. Egy hörcsög szörpöt szörcsög... Rátördek a hörcsög görcsög, hát ez kész. Nagyon jó a választ. Nagyon jó a választ, meg ki lesz a moderátor, nem biztos, hogy egy kis gyerek jó ötlet lenne minden betes nélkül mondom, mert vagy gyerekeket.
Ja, meg fogom választani, lesz kérdezőleg videó? Lehet majd, ja, tényleg. Írjátok meg, szeretnétek majd kérdezőleg videót? De szerintem ez a márciusra fog csúszni. Nem csicsizni. Az egy jó kis ilyezmel szó. Csicsi. Szia, Csaba. Szia. Majszab. Mi az feldob, fehér, leesik, piros? Mi az feldobom, le, fehér, leesik, piros? Fú, nem tudom. Nem tudom. Szerintem lassan tényleg elköszönök tőletek. Még nagyon színész akarsz lenni, szerintem jó színész lennél. Nem tudom, mindig is érdekelt ez a vonal. Igazából meglátjuk. Majd az életnek hozza. Mi az a feldobott fekete és a leesik nyávok? Mindegy, csak macskára lehessen. Jézusom. Ez mennyasszonya megfejtés. Micsoda? Feldobott fehér leesik piros. Na mindegy, most viszont akkor elköszönnék tőletek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És hogy ennyien támogattok. És feliratkoztatok, és megvan a 3000. Még mindig nehéz elhinni. Szia! Sport érzem már? Nem ilyen jó. Milyen szép feldom, zöld, leesik, piros. Jaj, hagyjuk már ezeket a feldobásokat, Eszter. Szia, Marja. Szia, holnap, Pidi. Nem tudom, mi meglátjuk. Egy taxisofőr meglát egy kínait a zebrán. Jó, most belejöttünk, látom ezekbe a székbe. Minden szerintem lassan alszok. Úgyhogy... fáradt vagyok nagyon. Szia Gyöngyi. Szia Csabi, jó hét, szép elmagad, szia Sára. Poszt 3000 feliratkozóról. Igen, még azt megteszem, persze. Megszólal, ezen a sárgán még átmegyünk. Melyik az a vicc, ezen összeizéről szól? Taxisfő mellett egy kínait a zebrán, megszólalna ezen a sárgán még átmegyünk. Szia Csabi, jó édesapást, köszönöm Márka. Szia Márján, gratulálok, jó éjszakát és jobbulást, köszönöm Zsuzsanna. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és támogatom az érettségén én is, és írtátok. Szia Naimi, jó éjszakát kívánok neked, de még itt leszek. Na, TikTokon megtaláltok, belinkeltem az egyik poszt alá, majd nézzétek meg, azt hiszem szombaton, majd pénteken tettem ki aztán egy posztot erről. Szoktam kitenni TikTokra ilyen jó kis rangsorolós videókat. Szerettek, majd itt is megosztatom azokat, csak az nem feltétlenül ilyen szemár lesz. Szóki, hogy Balázs ezzel a sok szívecskével. Na jól van, akkor most már tényleg búcsúzom. Ábel, jaj, Ábelről, meg mindig a Fluimuci reklám jut eszembe. De miért? Mert mi volt régen a Kasszás Erzsi reklám is egyébként. Nekem nincs TikTokom. Hát akkor lehet, hogy itt is megosztom azokat a videókat. Hú, de hideg lett most itt hirtelen. Hány fok lehet itt? Jézusom, figyeljetek! Most itt van a terv. Jézusom, hát ez kész. Halljátok? Ezt most megmutatom. Itt van a termosztát, és 21,9 fok alapból 18,5-re volt állítva, és azért, mert neki volt döntve a kamera, ezért a hőtől mentve 21,9-re. Amióta itt lakom, nem volt még 22 fok majdnem. Radiátor? Nem. Úristen! Bemelegedett kicsit ez a telefon, úgy látom. Jó hét, Csabi, jó hét, Lesz. Hát igen, Lili, az komoly, nem tudom most ez mitől lehet. De mindegy, most már tényleg fáradok, úgyhogy elköszönök. Legyen csodálatos éjszakátok, és találkozunk.